Adventi koszorú, fenyőfa, kényelmes fotelek, a karácsonyi hangulat elengedhetetlen kellékei. Azonban az ünnep meghittsége hamar rémálommá válhat kellő körültekintés nélkül. Például egy kis teamécses is óriási károkat okozhat néhány perc alatt. Zárt helyiségben a száraz, gyantás fenyő rendkívül jól ég és nagy mennyiségű füstöt áraszt, ami fulladást is okozhat az ott tartózkodóknak. Ezt igyekeztek szemléltetni a tűzoltók Tiszanánán. Nagy szerencsénk van akkor, hogyha egy füstérzékelővel van felszerelve az ingatlan, az már a legkisebb eltérésnél is jelezni fog. Ha mondjuk ez éjszaka következik be és a család otthon alszik, megmenti az életét azonnal, mert az éles hangra felébrednek, és akkor tudnak beavatkozni és segítséget kérni. Ha bekövetkezett a baj, nagyon fontos, hogy a tűz észlelője megfelelően cselekedjen, tilos például szellőztetni. Érdemes mielőbb segítséget kérni, és ha van tűzoltókészülék a házban, azzal megkezdeni az oltást. Az egyenruhások igyekeztek minél több ember figyelmét felhívni a veszélyekre, ezért a bemutatóra meghívták a helyi iskola diákjait és pedagógusait is. Fontos az, hogy a tanulóink is valamilyen szinten tisztában legyenek ezekkel a veszélyekkel, amiket itt önök demonstráltak, és hát elég sok osztállyal kijöttünk, és arra biztattam a kollégákat, hogy minél többen vegyünk részt ezen a bemutatón. A konyhában is adódhat probléma, az őrizetlenül hagyott edényben hamar lángra kaphat a forró olaj, amit tilos vízzel eloltani. Helyette érdemes lefedni az edényt, és így oxigén hiányában elalszik a tűz. Ha helyesen cselekszünk, az ünnep nem a balesetek miatt lesz emlékezetes.